A mai nap izgalmas napnak ígérkezik, mivel nálunk itt Makón ma kerül megrendezésre a sportág választó. Tulajdonképpen ez egy rendezvény, amikor a városunkban élők elmernek és megnézhetik, hogy milyen különböző sportokat űzhetnek, kipróbálhatják azokat, és későbbiekben eldönthetik, hogy éppen mit szeretnének s majd sportolni. És ezen a mai rendezvényen helyet kapott egy olyan sport is, illetve sportág is, amiről talán kevesen tudtok. Egy korábbi vlog adásban már bemutattam nektek Ferenci Gábort, nagyon jó barátomat, aki űzi ezt a sportot, de ők akkor egy edzést láthattatok egy nagyon rövid ideig, amikor ilyen gumi, vagy illetve szivacskardokkal püfölték egymást, de a mai napon igazi harcot fogtok látni, fémekkel, igazi lovagi páncéllal és minden kiegészítőjével. Jól értesültem, ami egyáltalán nem biztos, akkor itt a hátam mögött lévő üres területen fog felállítódni egy úgynevezett karám, amin belül majd meg fognak vívni az ellenfelek egymással. Ha jól látom, akkor megérkeztek a lovagok. Na menjünk, nézzük meg, hogy miből élünk. Sziasztok! Szia! Szia Peti! Peti. Hello! Jól látom, bemutatom nagyon, nagyon kedves barátomat, akivel együtt edzünk, bár rajta nem látszik annyira. Pupuci Péter, ő lesz a kamerám. Pupuci Peti vagyok. Szia! Pupuci Peti! Szia! Pupuci Peti! Na, srácok, lassan megérkeznek a lovagok, a harcosok, akik ebbe a karámba fognak majd nem sokára harcolni. 10 órakor fog, pontosan kevesebb mint 1 óra múlva fog elkezdődni az első párbaj, az első vívás. Reméljük, hogy minden rendben lesz, és senki nem fog komolyabban megsérülni, mert hát itt majd látni fogjátok, hogy itt a fiúk eléggé keményen odaütnek egy-egy alkalommal a másiknak, a kardjukkal, vagy a buzogányukkal, vagy a éppen milyen fegyverrel harcolnak. Azt kell még tudni a versenyről, hogy a csoportmeccsek során, aki a legtöbb támadó pontot szerzi, az egy Falkion kap nyereményként, úgyhogy ez motiváló az izgalmas harcra. A verseny győztese pedig a másik Falkiont fogja megnyerni. Pont, tehát ugye behúzott, hogy van egy győzelme, illetve hogyha veresége, és a pontszám az az a pontszám, amit beütött. Tehát a találati pontszámát az beírni, és abban a sorrendben, hogy aki a legtöbb, az kerül első helyre. Jó? Lantos Bence, Tóth Sándor, Bartos Gábor, Hát csak azt kell mondjam, hogy halálra izgulom magamat. Azért elég kemény fizikai erőnlét kell ahhoz, hogy ilyen sportot űz. Viszont nagyon látványos, és ahogy itt testközelből nézed, hát ez valami fenomenális. Gábor, neked honnan jött ez az ötlet, hogy te ezt a sportot fogod űzni? Mi vitt rám? Őt láttam Visegrádon, meg a többi őrültet. És megláttam, hogy mit csinálnak, és beleszerettem a sportba, meg beléjük is. De tényleg nagyon izgalmas volt nézőként is, és egyszerűen annyira megfogott, hogy muszáj volt utána járnom, hogy letesztűzni.
Vagy hogy? Srácok, bocsánat, megkérdeztetem, hogy mióta üzitek ezt a sportot? Olyan 5 éve, 6. Nagyjál, körülbelül ti. Hát akkor nem tegnap kezdtem. Ezt a sportot én 1 éve. Ők egy fél éve. Jó, majd belejönnek. És hogy jött ez az ötlet, hogy ti ezt a sportot? Hát ez igazából úgy jött, hogy alapból hagyományőrző csapatok tagjai voltunk, gondolom ti is ugye hagyományőrzéssel kezdtük el. Aztán nekem az annó a csapatom felbomlott, és összekerültem, ismertem Ádámékat, és velük ugye ők már ez irányba kacsingattak, és akkor elkezdtük ezt csinálni, így ragadtunk, és a hát jöttek ők is. És szépen lassan jött mindenki. Látom, nem vagy izzadva. Te küzdöttél az előbb, mesélj valamit róla. Mennyire voltál? Vagy ilyenkor féltek, vagy félsz, vagy van benne valami? Már előző este szorongba fekszünk le. Tök jó. Nem, egyébként hát... Az igazság, hogy nekem ez az első ilyen jellegű versenyem, és valószínűleg ennek is köszönhető, hogy nem szerepeltem annyira jól, amennyire szerettem volna. És neked hogy találtál rá erre a sportra? Én 6 évvel ezelőtt kezdtem el egy hagyományőrző egyesületben, tehát akkor még a buhót, mint sport még nem ért el hozzánk. Igazából most kezd megjelenni Hajdú-Bihar megyében, mifelénk. Mivel, hogy te onnan jöttél? Így van, én onnan jöttem. És hát én úgy találtam rá, hogy mi ahogy felveszünk ezeket a nagyon nehéz páncélokat, karddal vívunk, és tehát akkor már miért ne csináljuk élesbe, én azt gondoltam. Oxi. Hagyd neki kicsit lélegezni. Köszönöm szépen. Se kivett a kezéből a kard, vagy eltűnt a kard. Megnézhetem ezt? Rendesen eltűnt a kard. Hát igen, a valériai acél. Árvai Zoltán, Kucsér István. Hát téged is. Hát te nem. Akkor. Gábor, fordíts már nekem hátad, légy szíves. Thor kalapáson. El akartam venni, az gondolom. Nagyon szuper jó. Tök jó csillag. Úgy nézel ki pont, mint Thor.